Tízezrek vonultak utcára Mianmar legnagyobb városában, Rangoonban, hogy a február 1-i katonai puccs ellen tiltakozzanak. Az eddigi legnagyobb megmozdulást azután szervezték meg, hogy a hadsereg azt állította, a nép nagy része támogatta Aung San Suu Kyi megválasztott vezető és kormánya megbuktatását. Közben titkos tárgyaláson védelem nélkül állították bíróság elé a több bűncselekménnyel is vádolt házi őrizetben tartott Nobel békedíjas politikus. Ez a tüntető azt mondja, ez a mostani legnagyobb tiltakozás a nemzetközi közösségnek szól. Azt akarjuk, hogy tudják, mi nem adjuk fel. Úgy érzem, ideje lenne lépnie az ENSZ-nek is valamit. Egy másik elismeri, hogy már nagyon fáradtak, de nekik a Z generáció tagjainak, népük és hazájuk érdekében itt kell most lenniük. A burmai nép soha nem volt gyenge, ezt láthatják és hallhatják is a hangomból, fogalmaz határozottan. A tüntetők tudva, hogy a hírügynökségek világszerte sugározzák a felvételeket, hatalmas angol nyelvű üzeneteket festenek az utcákra. Itt éppen azt, hogy demokráciát akarunk. Ezt egyébként egyre több városban alkalmazzák a hunta ellen tiltakozók. A hadsereg ezeket az üzeneteket vízágyukkal azonnal igyekszik lemosni, eltávolítani.